Na hát, sziasztok! Mai nap egy ilyen kis munkafélességet szeretnék bemutatni egy pár videófelvétel alapján, vagy erejével, aminek a címe igazából sofőrszolgálat. Tehát, hogy én fogom, beülök, mint ahogy azt láthattátok, hogy beültem a kocsiba, a sajátomba, de van a cégnek külön, ha esetleg valaki nem a sajátjával akar menni, külön erre a célra meghagyott autó, beül az ember, elindul és megy, fölveszi a sofőröket, kirakja a címen, aztán ha úgy adódik, akkor egyből utána megy, vagy lehet, hogy ha többen vagyunk, akkor más valakit is ki kell rakni, és akkor esetleg azután kell menni, de lehet, hogy csak egy embert veszek föl, és akkor, mit tudom én, kísérgetem egész este, vagy csak fél este. Ez teljesen változó. Az is teljesen változó, hogy hány kilométert megy az ember. Hát igen, ez egy ilyen szakma, hogy az autóba csak úgy szaladnak bele a kilométerek. Eddig nekem a legtöbb kilométer, 485 kilométer volt egy este. Így este 7 vagy 8 órától reggel 6-ig, 7-ig. Mert ugye én Budapesten élek, így Budapest és ennek vonzás körzetében kell elképzelni ezt a munkakört. Nem tudom, hogy más sofőrszolgálatok vannak-e vidéken, ezt passzolom, de szoktunk lemenni vidékre is, tehát nem elképzelhető, hogy mit tudom én, most azt mondják, hogy Szentendrére kell kimenni, mert ott van egy fuvar, aki jönne be esetleg Pestre, vagy mit tudom, Szentendréről át Vácra, vagy teljesen változó, de javarészt Budapesten élünk sokan, a sofőrök között is, akik jönnek majd dolgozni, javarészt itt Pest megye az a körzet, ahol szokunk járkálni. Mi várható? Jó kérdés. Múlt héten is volt olyan, hogy két autó volt az egész úton, én meg egy rendőr, rendőr jött szembe, látom vékony fék, ha nem mondom, jó van, akkor ez mondom, megfogott magának, úgyhogy akár rendőrigazoltatás bejöhet, mert hát miért ne, hát végezzék a dolgokat, vagy mit tudom én, hülyék az úton, ez persze hát sajnos természetes, mostanában a mai világban, főleg Pesten, meg hát ugye kimegyünk az ügyfélhez, kollega, aki majd itt fog ülni, vagy többen, akkor a hátul is, valaki majd beül a kocsiba, vagy valakik, ha esetleg már van olyan cím is, hogy tudom én, több sofőrt kérnek, akkor többen beülnek egy-egy-egy autóba, és akkor elmennek azokkal az autókkal, az ügyfélnek a megadott címéhez, amit ő majd mond. Nem biztos, hogy az az otthona, de ugye általában értelemszerűen haza szoktak menni az emberek. Tehát igazából ennyi. És akkor elvisszük, ők kifizetnek, és mi megyünk tovább. És akkor nagyjából ennyi, az is teljesen változó, hogy ugye hát ha a kilométer is teljesen változó, de ez a 485 ez nagyon durva volt, többször volt már 300 fölött is a kilométer szám, amit egy este megtettem, de javarészt egy olyan 150-200-250 kilométert szoktunk itt letekergélni a srácokkal, és különböző, tehát van, amikor csak egy ember viszek, de van, hogy négyen, esetleg ha ha nagyon szűkösen vagyunk, akkor akár ötten is ülünk a kocsiba, ugye akkor az négy sofőrt jelent, plusz én. De ez azért nagyon ritka, tehát próbálják úgy össze szervezni a górék, tehát ugye csak egy van, de ugye hát itt több góré van, de adott nap csak egy góré van. Tehát próbálják úgy összeszervezni a fuvarokat, meg hogy ki hova menjen, hogy azért ne legyen tumultus. Persze néha-néha összejön, nem örülnek a srácok, de hát kiörülne ennek, hogy nyomorgunk a kocsiba öten, de hát ez ezzel jár. Úgyhogy igazából, hát akkor
Hát, amíg megyünk kollégámér, akkor egy pár szó van erről a munkáról. Igazából ugye, amit már elkezdtem mondani, az aktuális olyan szempontból, hogy, vagy nem aktuális szó, hogy folytatandó, hogy igazából általában ezt saját autóval érdemes csinálni, mert ha csak úgy bejössz egy ilyen sofőrszolgálatba, hogy te gyűjtőzni, vagy bázisautózni, vagy hol minek hívják, szeretnél dolgozni, úgy hát nagyon kevés helyen van csak külön erre a feladatra céges autó. Na most, mivel ugye idegen is vagy, ha csak úgy belépsz valahova, meg ugye első pár napod, így nem nagyon szokás odaadni csak úgy még a céges autót, ha van, mert hát nem ismernek. És hát javarészt ugye ezt saját autóval kell abszolválni, és ugye már mondtam, hogy tök változó annak a ténye, hogy hány kilométert mész, így olyan autót érdemes belekalkulálni, ami hát általában keveset fogyaszt, tehát ez most mindegy, hogy most dízel vagy benzin, ez a része tök mindegy. Ha a saját autóddal jössz, akkor arra azért ez is ugye változó, melyik cég mit, hova, hogy, mennyit és mennyiért ad. Plusz juttatást ad arra, hogy te ugye a saját autóddal jössz. Van egy alap béred, azt így is úgy is megkapod, de te, ha bázis sofőrként, vagy mit tudom én, minek hívják, hol minek hívják, a gyűjtősnek jössz, plusz ugye, hát itt ennél a cégnél plusz 35 forint kilométerét kapod, és akkor ugye itt órabérben vagy, itt hozzáadódik az órabérethez a plusz 35 forint per kilométeres díj. És ugye úgy kapod meg a nap végén az elszámolásnál a pénzedet. Úgyhogy, hát rengeteg sofőrszolgálatos autót látok, régi, hát nem is az, hogy leharcolt Suzuki Swift, de hát ugye tökéletes az például futárkodásra, vagy erre a feladatra is, mert idézőjelben egy igénytelen autó, fillérekből fenntartható, ha bármi baja lenne, vagy bármi baja van. Úgyhogy igazából tényleg nem érdemes egy, meg tudom én, Audi A8-al megjelenni, mert tök felesleges. Mert abból úgy, tehát ugye, ha sűrűn fogod csinálni, akkor most számoljál arra, hogy mit tudom én, heti egy-két napot idejössz, és heti egy-két napba, mit tudom én, lezavarsz 3-400 kilométert, plusz még az egyéni saját magad kis világát, ahogy éled, ugye annak megfelelő kilométert még ugye hozzárakod, és az a heti 3-400 kilométer is még pluszba, azért az pörgeti a kilométert. Tehát, hogy nekem volt egy előző autóm, ugye hát amit említettem, Suzuki Swift, most is megvan, de másodpályára állítottam, egy évet használtam aktívan, abból egy hónapot nem használtam sofőrszolgálatba, de azon kívül ugye 11 hónapot használtam sofőrszolgálatba, és csak a Suzuki-ba 20 000 km belement, úgyhogy jóformán ugye kirándulgatni nem mentem el, mert hát ugye ez ugye covidos időszak is jött, meg mit tudom én, csak melóhelyre jártam, meg haza, meg ha egyéb esetleg elintézni valóm akadt, azt, plusz a sofőrszolgálat. Úgyhogy én azt mondom, hogy sima mezei egyszerű embernek a 20 000 km az sok, de így, hogy sofőrszolgálatozol, hát ez még elenyésző összeg is. Tehát, hogy ez nem nagy dolog. Két olajcsere. Tehát, hogy most igazából nem azt mondom, hogy nyereséges, mert hát egy autóval csinálod a dolgaidat, az nem lehet nyereséges, mert kopik, forog, mit tudom én, elkezd kopogni, félrehúz, akármi, bedöglik, bla bla bla.
az mind szerviz és mind javítás. Egy pillanat, csak közben hív a kollégám is, akiért majd jönnöm kell. Úgyhogy fölveszem. Persze kihangosítva már, ha ez engedi. Most nem engedi, mindegy. Még a kamerát is tesztelem egyébként. Egy SE-kem 4000, meg 4000 wifi-s kamerám van, és hát most a mobil alkalmazáson nézegetem vissza, ha olyan, mit tudom én, kép felvételt akarok csinálni, ami a wifi-s kamerához szükséges, hogy mit tudom én, külső kép, és akkor nem kihajolok az ablakon, hanem ott a telefon, és akkor nézem azon, hogy mi a helyzet, ami olyan érdekes lehet. Na, szóval, hogy visszatérve a dolgokra, hogy hát egy olcsóbb autót érdemes erre fönntartani, vagy egy olyat, amit már nem sajnálsz erre, hogy most pörögjenek bele a kilométerek. Tehát persze a forgalomnak a biztonsági része, hogy az biztonságosan közlekedhessen, azt azért persze illik betartani, rendes fék legyen rajta, lengés csillapítók ne legyen szar, ne legyenek szarok, mert ugye elpattog az úton, aztán az probléma, meg ugye ne rohadjon ki alulad az ülés, hogyha beülsz, vagy beülsz több magaddal, úgyhogy igazából, de most egy ilyen pár forintos autót, ami nem ez a milliós kategória, az erre érdemes elhasználni, vagy használni. Hogy, ja. Hát igazából ennyi most így röviden, tömören. Aztán egy-két képsort, vagy valamit, azt majd úgy is fogtok látni. Próbálok azért úgy csinálni, bár nem tudom milyen lesz az este, hogy azért minél többet föl vagyok. De hát nem biztos, hogy fog sikerülni, mert hát nem biztos, hogy tudok úgy nyúlni, hogy most éppen felvételt indítsak, vagy tudom, hogy leállítsak valamit, szóval ezt passzolom. De mindegy, próbálok úgy hozzáállni, hogy legyen időnk azért ilyenekre is. Úgyhogy, hát ja, a forgalom ritmusával meg együtt kell élni, szóval az ugye evidens. Ha már belül az ember autóba és autót vezetünk, akkor ugye a forgalom ritmusát illik fölvenni. Úgyhogy ez úgy gondolom, hogy ez mindenki számára egyértelműnek kéne, hogy legyen, de hát sajnos nem mindenkinél egyértelmű. Van, aki tök halálüres az út, és nem kanyargós, nem üzés, és szüttyök 25-tel 50-et. Tehát, hogy... És akkor elkezded megelőzni, és akkor rágyorsít. És akkor már csak azt veszed észre, ránézed a kilométer órával, mert nem hagyod le, hogy már te már 70-nel mész. Amikor ugye városon belül vagy, és te csak megelőzted a hülyét, de hát ő meg rájött, hogy jó, hát hát izé, hát közbazd meg. Úgyhogy ja. Hát vannak ilyen idióta hülyék, hát sajnos ezekkel nem tudunk mit kezdeni. Hát ez van. Úgyhogy hát az ügyfelek meg van, akivel lehet beszélgetni, de van olyan, hogy kollega is beült hozzám, miután elvitt az ügyfelet, és mondta, hogy hát ez hülye, hát ez meg nem mertem mellette szólalni, baszeg. Aztán rám nézett, és csak így mutogatott, hogy merre menjünk. Tehát, hogy még azt sem mondta neki, hogy na most akkor következő lehetőség jobbra, vagy az XY utcán menjünk be, semmi. Csak így mutogatott, és akkor te még figyelsz a vezetésre, és ugye még mellette még arra is figyeljél, hogy most éppen ő mit mutogat. De ez a ritkábbik, tehát azért javarészt, nem is az, hogy állandó vendégek, de sűrűn találkozok olyanokkal, akiket már vittünk, igazából, ja, hát van olyan, hogy mit tudom én, hív valaki, és ugye a diszpécsernek el van mentve a telefonszám, aki ugye sűrűbben jön, és akkor autótípust is elment, hogyha mondjuk egy van, akkor az ugye jó dolog, de elfutottunk már lukra olyan értelemben, hogy megmondta, hogy milyen autót kell keresni, aztán közben totál nem is az a típus, nem is az a márka, és nem is olyan színű volt. Vagy autót cserélt, vagy több autója van, és éppen most tudom én csajozni jött, és akkor nem a szakadt szarjával jön, hanem akkor a milliós akármilyen autójával, mert hát csajozni jött, és mit tudom én, hát van ez így, ja.
De javarészt azért, aki állandó vendég, arra azért szokott stimmelni a dolog, hogy éppen most milyen autó, meg hova megy, meg honnan jön. Úgyhogy azért ez szokott stimmelni. Ja, na hát röviden, tömören a magyarázós rész ennyi. Aztán hát a videófelvételeket meg majd meg látjátok, hogy ki, mi, hol, hova, hogyan, merre és miként fog történni. Úgyhogy addig is akkor nézzétek a többi videófelvételt. No, srácok, tehát ugye úgy néz ki a dolog, kirattam egy 2 darab sofőrt, és bár módosult közben a cím is, mert az egyik X kerületbe megy, a másik egy másik kerületbe, de most elméletileg mind a kettő ugyanoda megy, és akkor eredendően egy sofőrt kellett volna lekövessek, de így most, ha mindenki ugyanoda oda megy, vagy ugyanoda fog menni, így mind a két sofőrt igazából mondhatni, hogy le kell követni, ugye úgyis oda, ugyanoda megy mind a kettő, max egy kis késéssel, vagy eltéréssel fog érkezni mind a kettő, és akkor értük kell menni. Az egyik autó az majd ott látható, valami Nissan Juke, vagy nem tudom, hogy ejtik ki azt az autómárkát, a másik az még kollega még kint elcsorog, ez nem derül ki. Addig be is lövöm az autót, ne zörögjön. Az egyik autó elindult, én meg megyek akkor utána. Ahogy ugye a forgalom engedi, vagy nem engedi, vagy mit tudom én, lámpák, vagy nem lámpák, meg ilyenek. Ali, te voltál itt mögöttem? Ja, jó, csak mert valaki villogott itt mögöttem, azt lekanyarodott, mondom, hát, ha te vagy, de akkor nem. Jó van. Oké, és na, csak ennyit akartam. Hali, hali. Ez a telefonhívás, ez az volt, hogy hát ha a kollega, mert nem kaptuk meg, hogy milyen autókkal megyünk, meg hát a hovát azt megkaptuk, csak ugye, hogy elméletileg most mindenki, ahogy ugye mondtam, egy helyre jön, de aztán most becsatlakozott mögénk egész, fogjuk rá viszonylag egész hosszon egy autó, azt mondom, én úgy láttam, mint hogyha villantott volna, és balra irányjelző, és ő lement balra. Gondoltam hát, hogy a másik sofőrt, aki nem előttünk van, hanem valahol mögöttünk, felhívom, hogy nem ő volt, mert akkor gondoltam, hogy visszakanyarintom a vasat, és felszedem, de hát mondta, hogy nem ő az, úgyhogy ő valahol máshol jár még. Ha egyáltalán most mégiscsak ugyanide jönnek ők is a 17-be, és nem a 20. kerületbe, ahol eredendően szólt a mutatvány. Úgyhogy ja. Hát vannak ilyenek, hogy meggondolja az ügyfél magát, és akkor ugyan... Nem itt jó.
kimegyünk az M0-ásra, jó. Szóval, hogy vannak ilyenek, hogy az ügyfél meggondolja magát, és hát mégse oda, hanem emide. Előfordulhatnak ilyenek is. És akkor egy picikét ugye keresztül húzza az ember számításait, aki a diszpécser, hogy hát, mit tudom én, azt mondják, hogy Békás megy, erre megy az autó, de közben csak mit tudom én, Új-Budán végez. És azért nem mindegy, hogy most 15 percet autókázik az ember, vagy 30 percet, és akkor ugye úgy számolja a diszpécser is az utakat, meg a sofőrökre nagyjából, hogy ki, hogy, hova, hogy, merre, miként megy, ahogy elméletileg a cím van. Azt mondja, hogy 1 kilométer, hát ez még 4,5, hát akkor be kéne jönnünk, ha hihetünk a GPS-nek. Bár attól függetlenül még az ügyfél mondja meg, hogy merre menjünk, hogyha beszámítható állapotban van, mert van olyan, hogy azt sem tudják, hogy most melyik az ő autójuk, és akkor úgy kell kitalálni, meg kisilabizálni, hogy most hol van, mint, merre, miként. Hát van ilyen, tehát hogy, amit ugye már mondtam egy másik videós nintben, hogy teljesen totál változó az, hogy ki milyen befolyásoltság alatt, vagy milyen indokból kér sofőrszolgálatot, ez teljesen változó. Lehet, hogy csak valaki nem érzi már magát úgy, mert mit tudom én, fáradt, de lehet, hogy már mit tudom én itt is, hogy igazából egy étteremhez jöttünk ki, és elég sokan voltak, és akkor ugye hát valószínűleg kiálltak, meg ilyesmi, és hát ugye józan ember, vagy hát legalábbis normális felfogású ember, hiáson nem igazán ül autóba, hanem egyéb más úton, módon megoldja a gondját, baját. És itt most ez az egyéb más úton, módon, ez egy sofőrszolgálat. Itt lesz a cím, ha minden igaz, és hihetünk a hazénak. Így van. Meg ez is változó, hogy az ügyfél hogyan kéri, hogy álljunk be, vagy majd ő megoldja és beáll valahogy. Ez is teljesen változó szokott lenni. Itt éppen most beáll az autójával a kollega. Hogy még egyszer? Te én nem tudom, pára jöttek úgy mögöttünk, hogy azt hittem, de nem. Hát volt olyan, hogy én azt hittem, hogy valaki villantott, és akkor fel is hívtam a Tomit, de mondta, hogy nem ő, mert vagy lehet, hogy éppen ott bucka volt, az ledes fényszóró, a fene tudja, de balra irányjelzőt láttam, azt lekanyarodott, azt utána mondom, felhívom. Mert sokáig jött egy autósról, hárman jöttünk, mert láttam, hogy te jött mögöttem. Jaj, M0-ásról le. Hát nem tudom.
ide hátra, hadd üljön majd elő. Jaj, jaj. Hát ha ide jönnek végül, mert ide jönnek. Az a tuti? Hát az utolsó info, az biztos. Hát, ja. Ezt majd meglehet. Hát, hogyha máshogy lenne, akkor csak jelezni. Ha valakik jönnek, jó. Akkor félelünk, mert nem tudom, hogy mi a programuk. Vagy a tervük. Na, sziasztok! Tehát akkor a kollega megérkezett, itt látható jobb oldalt, és akkor indulunk a címre. Mikor jöttem még ennyi rendőr autó? Nem volt. Biztos nem mentek a nightclubba. Alias Benz. Meg hogy álltál oda be? Aki nem tudsz jönni. Na ez bírom, mikor volt ismerősöm is, hogy látta, hogy szenved befele a csaj, és így segítsek beállni. Jó, hát mindegy beállt, én mit tudom én. Helyette, de mondom, te hülye vagy bazán. Mondom, nem bír beállni. És mondom, viszonylag tök nagy hely van. És mondom, változni fog körülötte a körülmény. Akkor mondom, és mondjuk kisebbedik. Akkor mondom, már bukja az egészet, mert beállni nem fog tudni, kiállni se fog. És akkor így, csak tönkre baszol még két ember, egy macska, tönkre baszol még két embernek autóját, mert ő nem bír kiállni. Itt is vannak autók, ugye megnézzük. Hát itt, mintha valami priusszerűség lenne ez. Akkor ennyi. Menned kell, megválni. Nem azt mondta, hogy kövessem? Hát akkor mi? Ja. Na, hát most nem tudom, fölvette vagy nem az indulást. De itt ez a fehér Toyota Prius az ügyfél autója. És az van, hogy nem azért megyek én is arra, mert erre van dolgom következőleg, hanem a kollégát, aki átült és viszi a kocsit, le kell kövessem. Ott ugye, ha nem vette fel az elejét, néztem, hogy valami furcsaság van a képen, amíg szoknom kell ezt a kamerát is, akkor zárójelben, hogy ugye, ha
főleg ha lekövetjük a kollégát, akkor el szoktuk kérni az ügyféltől a címet, hogy a gyűjtős autó, az is ugye ne az legyen, hogy elindulunk a vakvilágba, és akkor csak Pesten belül megyünk Pesten belülre, és akkor most a kerület szinten megyek át valahova, és akkor majd odaérek a kerület határ környékére, hogy na figyelj már, akkor most hova is mentél, meg mit tudom én, hanem úgyis ott vagyok, ugye úgyis megvártuk az ügyfelet, és akkor megkérdeztük, hogy hát mi a végcél, és akkor megmondja, és hát ugye mivel hát nem szomszéd kerületbe megyünk, mondhatjuk azt, hogy fél a városon át, ugye azért nem három lámpa fog az utunkba kerülni, és hát sajnos elkerülhetetlen, hogy mit tudom én, bejön elém valaki, illetve közénk valaki, mert mit tudom én, le akar sorolni, vagy be akar sorolni, vagy mit bánom én, vagy csak hülye, és szimplán bejön, mert idióta, és leszarja, hogy én most nem azért hagyok nagy távolságot, mert mit tudom én, mert olyan kedvem van, hanem én hagyok rendes féktávolságot, mert ezt szokták csinálni, sőt, ugye hát azt is szokták csinálni az idiótáig, hogy éppen, hogy csak hagysz egy autónyi helyet, és ő oda már préselik le magát, és akkor ledudálod, levillogod, azt még ő neki áll feljed, meg elkezd magyarázni. Mondom, hülye gyerek, mondom, és hogyha tolsz egy satuféket, vagy mondom, időm sincs arra, hogy lereagáljam, hogy mit csinálsz, és már föl vagy kenődve a gépetőre. Jó, nem ezen az autón, hanem ugye én külállásban is dolgozom, picit éven nagyobb autókkal, és hát azért az picit jobban fáj. Úgyhogy, hát igen, sajnos itt is megmutatkozik, hogy ahány ember annyiféle fajta szokás van, sajnos. Nem mindenki előzékeny, nem mindenki normális, abszolút össze-vissza vannak az emberek. Úgyhogy, ja. Na és akkor ugye, ha a videó eleje nem vevődik föl, akkor igazából itt most a mi sofőrünkön kívül ugye a tulajdonos, vagy nem tudom, hogy a csajéje, vagy a srácéje a kocsi, de mindegy ketten ültek be, még pluszba. Tehát ugye be lehet ülni az autó maximális befogadó képességével megegyező személyeknek, nem probléma. És ha nem is ugyanoda mennek, mint ahova a végcél van, az sem probléma. Csak annyi, hogy ha ez nem a idézőjelben, legrövidebb, leggyorsabb útvonalon történik, hogy beül és ő kiszáll valahol, akkor az általában ugye, hát ez egy sofőrszolgálat függő, hogy ki hogy számolja, de mindenféleképpen valamilyen szintű plusz költség keletkezik az adott alapúardíjon felül, mert hogy vagy meg kell állni, vagy mit tudom én, kerülni kell, mert hogy ő most mit tudom én, most megyünk a második kerületbe, és mondjuk az ügyfél haverja, ő a 11-ben lakik, és ez ugye Budapest teljesen másik vége. Tehát oké, hogy most Pesten vagyunk, és ez Budán van mind a kettő, de hát azért a második kerület azért az nem a 11. kerület, és az időben sem másfél perc kitérő, tehát hogy ezeket hát muszáj így, mert ez nekünk is, mint sofőrszolgálat, ugye apró problémát okozhat, hogy betervezi a diszpécser, hogy nagyjából mikor fogunk végezni, vagy mikor fog végezni a sofőr, de ha jön plusz valami, ami esetleg nem is lett előre letervezve, vagy megbeszélve, akkor az mind boríthatja a következő fuvarra való kiérkezést, vagy egyáltalán az egész programot, hogy kit, mit, hova, hogy küldjön. Mert lehet, hogy egy fél órás kitérő, és fél óra alatt már esetleg a következő autóba ülne ugyanúgy azon sofőr, ahol éppen van most valami apró kis kitérő, vagy egyéb más akármi. Jöhet.
és akkor ugye már át kell szervezni, akkor már egy másik sofőrt kell nézni, hát ha van közelebb valaki, és akkor már lehet, hogy csúszik a megbeszélt időpont, hogy mikorra tudunk kiérni az ügyfélhez. Úgyhogy, hát sajnos sok minden közbe jöhet. De hát ez van, hát ugye az élet írja a legjobb és legszarabb forgatókönyvet is. Sajnos, vagy nem sajnos. Ez van. No, hát sikerült úgy nagyjából lekövetnem a kocsit szó szerint. Persze ugye lekövetés alatt azért szó szerint nem kell érteni, hanem bele kell mászni az embernek a picsájába, és akkor úgy lekövetni a másikat. De valahogy úgy most sikerült kiadja a mutatvány magát, hogy ha piros volt, akkor piros volt, ha zöld volt, akkor még zöld volt bőven. Úgyhogy igazából még bőségesen, normálisan közlekedve is le lehetett követni a ügyfél autóját. És akkor elméletileg 5 perc múlva, ha minden igaz, amit házszámot nem mondott az ügyfél, de itt már nagyon nem lesz olyan sok lámpa, úgyhogy itt már tényleg követhető az autó. Nagyjából 5 perc múlva odaérünk az adott útra, amit az ügyfél mondott. Ez a fuvar mondhatni, hogy lassan véget ér. És akkor ugye, ha végzünk egy fuvarra, akkor vagy a sofőr, vagy a gyűjtőautós felhívja a diszpécsert, hogy akkor most végeztünk itt és itt, és akkor nagyjából egyrészt tájékoztató jelleggel, hogy hol vagyunk, másrészt meg, hogy végeztünk a fuvarral, és hogyha van másik, akkor jöhet a következő fuvar. Mert nem mindig van úgy, hogy egyből telefonálunk és mondja a címet, hanem van, hogy azt mondja, hogy jó, akkor kicsit álljunk félre, mert most éppen fangás van. De van olyan is, hogy főleg ilyenkor, amikor lekövetés van, hogy még oda se értünk az adott címre, ahol végeznénk, de már mondja a következő címet, hogy na, akkor ha végeztünk, akkor hova kéne menni. Ez is azért mondom, hogy teljesen változó. Hát most közben ugye bevezették ezeket a korlát, nem ezért tilalom, hanem korlátozás, hogy ugye éjfél után már hülye gyerek ne legyél kint az utcán. Úgyhogy kicsit hát meg is csapannak ilyenkor, ugye értelemszerűen meg is csapannak ilyenkor a sofőrszolgálat, meg az egyéb emberekkel foglalkozó mutatványoknak a forgalmai. Mivel ugye éjfél után reggel 5-ig papíron nem lehetsz kint, csak úgy, mert miért nem, mert jó buli. Nem lehetsz kint, így ugye hát boltok forgalma is visszaesik, meg hát minden, aki emberrel foglalkozik. Tehát mindenki olyannak visszaesik a forgalma, mert hát, ha nincs ember, akkor ugye nincs bevétel, tehát azt gondolnám magamtól, hogy ez értelemszerű, hogy bevezetnek egy ilyen, hát nevezzük fasságnak, mert hát éjfélkor ki az, aki csak úgy, mert jó poén, akkor mászkálok a városba össze-vissza, mert jó poén. Hát nem, szerintem nem vagyunk sokan, tehát normális ember általában éjszaka aludni szokott. Tehát főleg ez az éjféltől reggel 5-ig, tényleg csak azok vannak fönt, tudom én, mondjuk kettő előttünk, hogy buszsofőr, tömegközlekedési dolgozó, adott közrendvédelmi dolgozó, tűzoltók, mentők, stb. Ilyen szférában dolgozók vannak fönt. Tehát úgy amúgy is igazából ilyenkor korlátozottak a lehetőségek, hogy kik azok, akik fönn vannak. Tehát
volt már nekem is olyan, hogy mentem dolgozni reggel, hogy hova megyek? Hát hova bazzenged szerinted? Hát mondom, faszki dolgozok X helyen, és mondom, megyek be munkába. Tehát, hogy nem poénból közélok. Autózgatok én jobbra-balra, mert sok izomanyagot vettem és hadd fogjon, hanem célom van. Tehát hajnalok hajnalán, és na, mindig. Kicsit szerintem túl van tolva ez a vírusos mizéria is ugye egyébként, tehát jó, biztos van valami, de hát most bármi más betegségben igazából többen halnak meg. Akkor azért miért nem zárjuk le a világot meg. Jó, mindegy, ne hozzuk bele egy politikát, mert hatunk nem érdekel ez a része. Ja. Na hát... hát akkor úgy néz ki, megérkeztünk, jaj. Na és akkor itt az ügyfél meg gondolom majd beáll magának oda, ahol akar. Mindjárt kifizetik a kollégát, aztán... Azt szerintem nem. Tudja, hogy nem. Mennyi kéne neked még? Apróba. Hát nem tudom. Már csak így ennyi van. Nem baj, várjál, nem tudom. Jó. Meg az ilyeneket szoktuk szeretni. Tudom én hány ezer forint most az a fuvar, tehát legyen 5-6 ezer forint. És az ügyfél 10 000-essel meg 20 000-essel fizet. És akkor ugye hát félre állok. Oda nem kell bemenjek. Na hát, sziasztok újfent. Hát ez a mai nap ez egy kicsit hosszadalmas sikerült. Úgy munkaidőleg annyira talán nem is, hanem inkább a kilométer alapú számok, vagy számadatok alapján. Mert hogy nem is tudom pontosan, az előző ilyen helyzetjelentést, amikor kapcsoltam egy kamerát, és tudtam kapcsolni egy kamerát, valami 300 valahány kilométer volt akkor éppen aktuálisan. Hát az a 300, az 4-essé kerekedett, konkrét 400 kilométert mentem most én ezen az estén. Hogy hát igen, volt benne Szentendre, Dunaharaszti, Pécel, Budapest egyik végéről át a másikra, tudom én 16-ból a 20-ba, tehát azért változatos volt eléggé, úgyhogy hát ja, hát amit mondtam így a videó legelején, hogy hát szaladnak a kilométerek olykor-olykor, hát ez most egy ilyen napra sikerült. Úgy nagyjából egy életlen üzemanyag el is vagyok, úgyhogy, de ja, ezzel a díjszabással, amit pluszban az óradíjad után kapsz, igazából ez visszajön, tehát oka, vagy panaszra ok nem lehet, mert nem lehet, úgyhogy ez egy kicsit húzós nap volt, van mikor negyede nincs,
de van ilyen is. Na jó, van, hát akkor... Sziasztok, aztán... Majd valamikor legközelebb, még nem tudom mivel, majd jelent.